óvodák újulnak meg Nyíregyházán, 700 millió forintból 6 nevelési intézményt korszerűsítenek a megyeszékhelyen. Öntözés és vízgazdálkodás. A megyében a felszín alatti víztestek sok helyen gyenge vagy a jónál rosszabb minősítésűek, ezért a gazdálkodók egyre kevesebb része tudja a termőföldjein az öntözést biztosítani. A turistákat védi az új vagyoni biztosítékrendszer. A mostani biztosítások biztosítják, hogy szükség esetén, például az utazás szervező fizetés képtelensége esetén, az előlegek és a részletfizetések visszakerüljenek az utasokhoz, illetve garantálják a kényszerű kintragadt utasok hazaszállítását is. $700 millió forintból 6 óvoda újul meg Nyíregyházán. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az önkormányzati fenntartású intézmények beruházásai topos forrásból valósulnak meg. A fejlesztések célja, hogy az óvoda pedagógusok korszerű és szakszerűbb körülmények között tudják elvégezni feladataikat. A beruházás közel 1400 óvodás két köznapjait érinti majd. Toppos forrásból 6 óvodai épület komplex fejlesztését teszi lehetővé a Családbarát munkába állás segítői intézmények fejlesztése Nyíregyháza önkormányzatánál című projekt. Célja az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása, a szolgáltatások minőségének fejlesztése. A projekt részeként megvalósul a nevelési intézményekben az akadálymentesítés, az energetikai korszerűsítés, a hőszigetelés, az udvarrendezés, az udvari játékok felújítása és cseréje, a járdák burkolása és a beépített bútorok cseréje is. Azon túl, hogy az 1350 gyermek és az ott dolgozó óvonénék segítő személyzetnek a munkát teszi kényelmesebbé, biztonságosabbá, a gyerekek ellátása egy szebb körülmények között, egészségesebb körülmények között fog megtörténni, nagyon fontos az, hogy mintegy 72 tonna káros üveggázhatású anyagkibocsátást fogunk ezzel megtakarítani, tehát nem kerül ki a légtérbe. Én azt gondolom, hogy ez a környezetvédelmi szempont legalább annyira fontos, mint a többi, és örömmel mondhatom a kedves tévénézőknek, hogy Nyíregyházán még az idén 10 órát fogunk felújítani, és terveink szerint 2019-ben további 8-at. Ez azt jelenti, hogy 2020 végére nem lesz olyan óvoda, amelyik nem újult meg. Ennek eredményei már most látszanak, hiszen a tavalyi évhez képest idén 260-nal több gyereket irattak be önkormányzati fenntartású óvodákba. Ez a magas színvonalú pedagógiai munkán túl a modern környezetnek is köszönhető. Ezért nem elhanyagolható az óvodák korszerűsítése. Az óvodánk úgy épült 1979-ben, 40 évvel ezelőtt, hogy nem volt tornaszoba. Az aulát használjuk tornaszobának, ami tulajdonképpen, amiben átjárnak a gyerekek, szülők, megérkeznek dolgozók, és itt tartjuk a gyerekeknek a testnevelés foglalkozást, ami azt jelenti, hogy télen hideg, mert nyílik az ajtó, tehát nem egészséges, de természetesen ennek is örültünk, de most sokkal jobban örülünk annak, hogy szeptembertől egy szép új 60 négyzetméteres tornaszobánk lesz, ami a 21. század minden feltételének megfelel, úgyhogy a gyerekek ott fognak ezen túl tornázni. Ezt több, mint 200 gyermek veheti majd igénybe a következő tanévben, hiszen a munkálatok várhatóan augusztus végén befejeződnek. Már 75 ezernél is több család, azaz legalább 300 ezer ember tudott jobb, szebb lakásba költözni az otthonteremtési program révén, mondta el az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára. Novák Katalin közölte, a csok révén egyre többen tudnak jobb otthonba költözni. Magyarországon dinamikusan nő a kiadott építési engedélyek száma, és tavaly másfélszer annyi lakást adtak át, mint egy évvel korábban. Az államtitkár a jövő évi büdzsé egyik legnagyobb eredménye nevezte, hogy az otthonteremtési program folytatódik jövőre. A kormányzat a családok iránti elkötelezettségét a 2019-es költségvetésben is megerősíti. Az otthonteremtési program rendkívül népszerű. Már harmadik éve vezettük be a csokot. Ennek köszönhetően több mint 75 ezer család tudott tovább lépni, tudott új otthonba költözni, vagy akár építkezni. Az otthonteremtés a családalapításnak egy fontos állomása. A fiataloknak, akik kirepülnének a családi otthonból, illetve azoknak a szülőknek, akik már gyermeket nevelnek, számukra fontos, hogy az otthonteremtéshez támogatást nyújtsunk. Az otthonteremtési programot folytatjuk 2019-ben is. Eddig több mint 300 milliárd forintot fordítottunk az otthonteremtésre, a csokon, az otthonteremtési támogatáson keresztül, a kedvezményes hitel konstrukción keresztül és az áfa visszaigénylésen keresztül, és ezt fogjuk folytatni 2019-ben is.
Szabolcs-Szatmár Bereg megyében a felszín alatti víztestek sok helyen gyenge vagy a jónál rosszabb minősítésűek, ezért a gazdálkodók egyre kevesebb része tudja a termőföldjein az öntözést biztosítani. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és az Országos Vízügyi Igazgatóság közösen keresi a megoldást arra, hogy minél több helyi gazdálkodó tudja megfelelően öntözni az ültetvényeit. A vizeinkkel való gazdálkodás az előttünk álló időszak egyik legfontosabb feladata. Egyrészt a klímaváltozás hatásaira, másrészt a megváltozott piaci igényekre is reagálniuk kell a mezőgazdasági vállalkozóknak. Ez a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mai konferenciáján hangzott el. A Kamara Szabolcs-Szatmár Bereg megyei elnöke hozzátette, egyre több gazdának van szüksége öntözési lehetőség biztosítására. Itt olyan területeken gazdálkodnak a gazdálkodók, ahol a víztest a jónál rosszabb minősítést kap, illetve egy gyengét, és azokat a lehetőségeket próbáljuk itt az Országos Vízügyi Igazgatóság képviselőivel, a NAK vezetésével, illetve a helyi vízügyi igazgatóság illetékes osztályvezetőivel egyeztetni, hogy mit tudnánk tenni annak érdekében, hogy egyre kevesebb gazdálkodónak mondjuk azt, hogy az öntözést nem tudjuk biztosítani felszíni vízből, illetve a megyében az adottságnál fogva elég kevés is az a lehetőség, ahol felszíni vízből lehet vizet kivenni, illetve ha gyenge minőségű víztesten van, akkor pedig ne elutasítást kapjon, hanem keressük azokat a lehetőségeket, hogy mindenki, aki öntözni akarna ebben a megyében, az pozitív elbírásban részesüljön. A rendezvényen Baracsi Endre, a megyei közgyűlés alelnöke azt mondta, a versenyképesség biztosításához is elengedhetetlen, hogy a gazdák minél nagyobb mértékben tudják öntözni a termőterületeiket. Az öntözés egy kiemelkedő fontosságú feladat lesz az előttünk álló időszakban, hogyha valóban versenyképes termelést akarunk végezni a mezőgazdaságban, akkor Szabolcs-Szatmár Bereg megyének ebbe előre kell lépnie, növelni kell az öntözött területeknek a számát, hektárainak számát, és hát nagyon örülünk annak, hogy az agrárkormányzat ezt az öntözést, mint feladatot az alapvető stratégiáik közül az egyik legerősebbként jelölte meg ebben a kormányzati ciklusban, és hát bízunk benne, hogy ebben a megye is úgy tud majd becsatlakozni, hogy annak az eredménye az, hogy valóban egy versenyképes mezőgazdaságot tudunk majd megvalósítani itt Szabolcs-Szatmár Bereg megyében. Baracsi Endre hozzátette, az öntözés fejlesztéséhez és a közös stratégia kialakításához szükséges lehet a további források, valamint pályázati lehetőségek bevonása is. A turisták biztonságát szolgálja az új vagyoni biztosítékrendszer. A mostani módosítások biztosítják, hogy szükség esetén, például az utazás szervező fizetésképtelensége esetén, az előlegek és a részletfizetések visszakerüljenek az utasokhoz, illetve garantálják a kényszerűen kintragadt utasok hazaszállítását is. Az új rendszer július 1-én lép hatályba. Változnak a turisták érdekeit védő biztosítások július 1-től. A vagyoni biztosítékrendszer egy több éve működő gyakorlat, ami az itthon maradt turistákat kárpótolja, ehhez jön az Európai Uniós irányelvek miatt bevezetett hazamentési biztosítás. Ezeket az utazásszervezőknek kell biztosítani az utasok számára. Most itt az EU-s irányelvekhez igazodva annyi változik, hogy emellett, tehát a vagyoni biztosítékrendszere mellett lesz egy hazamentési biztosítás is, tehát az ettől független lesz, hiszen a vagyoni biztosíték az itt július 1-e után arra fog szolgálni, hogy bármilyen mondjuk utazási irodai csőd esetén, itt hangsúlyozom azért egyrészt a részben utazás szervezőkről van szó, akkor az itthon maradottakat kártalanítani tudják, és a kint tartózkodóknak pedig a kényszerű kintartózkodás és a hazaszállítás költségét ebből a hazamentési biztosításból fizetik. A Magyar Utazási Irodák Szövetségének tagja elmondta, hogy bár nem jellemzőek a csődesetek az utazási irodák körében, ha valaki kint ragadt, felkeresheti a helyi idegenvezetőjét, vagy az utazási irodát a pontosabb információkért. Ilyen esetekben az érintett biztosító segítségével elindulhat a hazamentés. Abban az esetben, ha az utazók más problémát, többek között hibás teljesítést, az utazási szerződésben leírtaknak nem megfelelő dolgot tapasztalnak, akkor is szükséges az egyeztetés. Hogyha így nem oldódik meg a helyzet, hogyha például bármiféle szállás problémáról van, tehát mondjuk tengeren néző szobát kértek, és mondjuk nem azt kaptak, akkor mindenképpen jelezzék ezt a szálloda recepcióján is. Ha meg tudják oldani ott helyben, akkor minden jó, ha nem, akkor vetessenek fel jegyzőkönyvet, és ennek a jegyzőkönyvnek egy példányát hozzá kell magukkal,
És hát mielőbb forduljanak utána, amennyiben az utazásirodán keresztüli szervezés, mindenképpen forduljanak az utazásirodához, ahol foglalták az utazást. Bakó Balázs hozzátette, az utazással kapcsolatos, az iroda által nem orvosolt panaszokkal a megye székhelyeken működő békeltető testületekhez fordulhatnak az utazók, ahol ingyenes és gyors segítségre lehet számítani. Megérkeztek Munkácsi Mihály festményei a Jósa András Múzeumba. A vándor kiállítás a múzeumok éjszakájától lesz megtekinthető. A 30 festmény közül a legmagasabb eléri a 2 métert, a legnehezebb festmény pedig közel 100 kg. A képeket a Munkácsi Alapítvány szállítja egyik városból a másikba, legutóbb Kisvárdán volt látható a tárlat. A kiállítás az múzeumok éjszakájára július 23-ára fog megnyílni. A kiállításban Pák Imre gyűjteményét lehet megtekinteni, közel 30 festménnyel fogjuk megnyitni ezt a tárlatot, és majd augusztus közepe vége felé várhatólag Szentpéterváról visszaérkező festményekkel fog kiegészülni a tárlat, így majd közel 50 festményt lehet majd megtekinteni. Idén is megrendezik a Magyar Úszás Napját, amely része az egész Európát átfogó kezdeményezésnek, a European Aquatics Day-nek. Ezen a napon az úszás kedvelői elindulnak a medencék, vadvizek irányába, hogy sportoljanak, mozogjanak, élvezzék az úszás adott esetben a műugrás vagy a szinkronugrás, a nyílt vízi úszás minden pillanatát. A Magyar Úszás Napján az ország számos úszodája és strandja megnyitja kapuit, és díjmentesen vagy csekély térítés ellenében úszhat bárki. Nyíregyháza 2013-ban csatlakozott a Magyar Úszás Napja kezdeményezéshez. Idén Úsz egy tókört az Egészségedért címmel rendeznek különleges programot június 16-án a megyeszékhelyen az úszás szerelmeseinek. Egész ország, tehát Szombathelytől Nyíregyházáig mindenhol van ilyen rendezvény. A fő rendezvény Balatonfüreden van, egy világkupa futam, illetve a Magyar Nyíltvízi Országos Úszóbajnokság. Ezen kívül Nyíregyházán, ugye úgy gondoltuk is inkább tömegsport jelleggel, egy 750 métert kell úszni a jelentkezőknek, aki regisztrálás után bejöhetnek a tófürdőre. Ezen a tókörön, ahol kiváló vízminőség van és nagyon jól biztosítják a helyet, egy egész kört kell teljesíteni a bójákat megkerülve, aki a leggyorsabb, külön amatőr, illetve külön igazolt versenyző kategóriát indítunk, azokat várjuk szeretettel, ajándékokkal, ilyen ajándékokkal ajánlottak föl, hogy akvárius belépő, a sóstói zóparkba belépő, illetve a Nyíregyháza város ajándékcsomagját lehet nyerni, azon kívül az első 3 helyezett kupa, illetve érendíjazásban is részesül. Hat aranyérmet szereztek a nyíregyházi atléták a Miskolcon megrendezett utánpótlás és junior országos bajnokságon. Az U23-asok közül Osvát Krisztina 400 és 800 méteren, Zajác Petra pedig hármas ugrásban végzett az élen. A junioroknál a hármas ugró Leveleki Bence, a súlylökő Zsiga Kinga és a 400-as Botos Boglárka állhatott fel a dobogó legfelső fokára. Összesen 660 nevezés érkezett a Miskolci Junior és utánpótlás országos bajnokságra, amelyen mindkét korosztályban ott voltak a nyíregyházi atléták is. Sőt, nem csak ott voltak, hanem összesen 13 érmet szereztek a két korosztály hazai legjobbjait felvonultató viadalon. Osvát Krisztina két szemdöntője után Zajác Petra, Leveleki Bence, Zsiga Kinga és Botos Boglárka a dobogó tetejére állhatott fel. Emellett 5 ezüst és 2 bronzérem is került a nyíregyházi fiatalok nyakába. Kellemes meglepetés volt számomra is, meg az edző kollégák számára is, hiszen az utóbbi évek legsikeresebb utánpótlás bajnokságán vettünk részt. És ami még biztató, hogy minden versenyzőnk, aki ott volt, nem csak a dobogón, hanem a legjobbak között, tehát döntőbe került. Mind a 3 szakákban vannak tehetséges gyerekeink, jól dolgoznak az edzőink, és a tanítványaink pedig az ország legjobbjai között vannak a korosztályokban. És hát bízom benne, hogy ez a korosztály majd a felnőtt bajnokságon is meg tudja mutatni magát, illetve az eredményeivel ott lesz a legjobbak között. Széles Imre tanítványai közül Osvát Krisztina 400-on és 800-on végzett az élen, Tasité Dávid pedig harmadik lett 200 méteren. Maximálisan elégedett vagyok az elért eredményekkel. Osvát Krisztina 2 aranyérme, illetve Tasité Dávid bronzérme megfelel teljesen a várakozásoknak. A 22 esztendős futónő felkészülés és sérülések és betegségek is hátráltatták, így a verseny előtt számára is kérdéses volt, hogy milyen formában lesz Miskolcon. Nem tudtam, hogy milyen formában fogok odaállni. Próbáltam fejbe oda koncentrálni, edzőmmel megbeszéltük, hogy az első helyre megyünk rá, így összejött, hál' Istennek.
dolgozom tovább, remélem még csúcsvonalra fog kerülni. A hétvégén az ifjúsági, egy héttel később pedig a felnőtt magyar bajnokságot rendezik meg, amelyeken több nyíregyházi atléta is aranyeséllyel áll majd rajthoz. Az U20-as válogatott csehországi és az U23-as nemzeti csapat lengyelországi versenyén is képviselik majd nyíregyháziak a magyar színeket. A nyíregyházi Krúdy Gyula gimnázium csapata nyerte az 5.-6. korcsoportos fiú B33-as diákolimpia országos döntőjét. A Kovács Tibor által irányított együttes Kecskeméten elért győzelme egyben azt is jelenti, hogy a krúdis kosarasok részt vehetnek a június végén esedékes belgrádi ifjúsági világjátékokon. Amióta a kosárlabda 3-3 elleni változata olimpiai sportág lett, egyre több csapat lép pályára különböző sorozatokban. A krúdisok a megyei döntő megnyerését követően szolnoki és debreceni riválisokat legyőzve jutottak a diákolimpia országos döntőjébe. A kecskeméti fináléban a csoportmeccseken a győriek és a székesfehérváriak ellen is magabiztosan nyert Kovács Tibor együttese. A legjobb 8 között már kieséses rendszerben folytatódott a torna. Itt a csapatok nagy részét NB1A-ban, NB1B-ben edződök fiatalok alkotják, tehát az utánpótlás krémje ott volt, és már minden győzelem vagy minden szoros mérkőzés nagy eredménynek számít. Ha csak azt mondom, hogy a második csapatunk a Körmentől és a Török Bálintól minimális vereséget szenvedett, ezért is tisztes helytállásnak minősítem ezt, hogy ilyen nagyon jól szerepeltek, vagy akár a Vasvári, akik tavaly dobogó közelben voltak, a szoros mérkőzésken is, ha egy ponttal is, de sajnos most alul maradtak, nagyon kiegyenlített volt a mezőny. A következő fordulóban az MTK-nak az utánpótlásával játszottunk a Török Bálinttal, mondhatom, hogy ilyen szinten aránylag könnyebb mérkőzés volt, 5-6 pont volt a különbség. A 4 között pedig a Pécsi Akadémiának a csapatával, akik ismerősek a kosárlabdában, tudják, hogy azért Pécset nagyon komoly utánpótlás munka folyik, és egy nagyon-nagyon szoros végjátékban, de sikerült felülmúlnunk az ellenfelet, és a kecskeméti döntő, a kecskeméti ellen pedig én azt gondolom mindenki számára emlékezetes marad. A Kecskemét elleni 21-19-es győzelem egyben azt is jelentette, hogy a Farkas Dániel, Keul Tamás, Nagy Dániel, Pollák Balázs összetételű együttes kiharcolta a belgrádi ifjúsági világjátékokon való indulás jogát. A krúdisok 3 éve Párizsban már képviselték Magyarországot ezen a rendezvényen. Nagyon nagy siker, eleve az országos döntő, és az, hogy alanyi jogon kiharcolta a csapat, hogy az ISF által rendezett nemzetközi középiskolás világbajnokságon, ahol 32 ország, Japántól Kínán, Chiléig keresztül, nagyon sok európai országgal együtt, egy nagyon nagy élmény lesz. Franciaországban ezt már megtapasztaltuk, mind kulturális, mind ismerkedési, mind az ellenfelek játékerejét, játékkultúráját megismerve, én azt gondolom, ez legalább olyan lesz. Nagyon nagy rendezvény lesz női-férfi vonalon, a női vonalon a Kecskemét, fiú vonalon pedig a Krúdy Gimnázium képviseli Magyarországot, szűkebben megyénket, illetve városunkat. A belgrádi világjátékokat június 23-a és 29-e között rendezik meg. Mivel a nemzetközi és a hazai versenykírás között eltérés van a korhatárt illetően, az 1999-es születésű Farkas Dánia és Keul Tamás helyett a fiatalabb Sipos Timót és Mohási Árvin utazik Szerbiába. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. 700 millió forintból 6 óvoda újul meg Nyíregyházán. Az önkormányzati fenntartású intézmények beruházásai topos forrásból valósulnak meg. A fejlesztések célja, hogy az óvoda pedagógusok korszerű és szakszerűbb körülmények között tudják elvégezni feladataikat. A beruházás közel 1400 óvodás hétköznapjait érinti majd. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a felszín alatti víztestek sok helyen gyenge vagy a jónál rosszabb minősítésűek, ezért a gazdálkodók egyre kevesebb része tudja a termőföldjein az öntözést biztosítani. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és az Országos Vízügyi Igazgatóság közösen keresi a megoldást arra, hogy minél több helyi gazdálkodó tudja megfelelően öntözni az ültetvényeit. A turisták biztonságát szolgálja az új vagyoni biztosítékrendszer. A mostani módosítások biztosítják, hogy szükség esetén, például az utazás szervező fizetésképtelensége esetén, az előlegek és a részletfizetések visszakerüljenek az utasokhoz, illetve garantálják a kényszerűen kintragadt utasok hazaszállítását is. Az új rendszer július 1-én lép hatályba.
Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták június 13-án szerdán. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk záporokkal. Egy sekély ciklon húzódik a Kárpát-medence fölött, nedves levegője miatt többfelé várható csapadék, és pár fokkal a hőmérséklet is visszaesik. Az előttünk álló éjszaka többnyire erősen felhős lesz az ég, eső, zápor egyre nagyobb eséllyel várható, helyenként pedig zivatar is kialakulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, majd az észak-keletire forduló szél megélénkül, helyenként megerősödik, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Reggelre általában 16 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben erősen felhős vagy borult lesz az ég. Eső, zápor akár több alkalommal előfordulhat, helyenként zivatar is kialakulhat. Az észak-keleti szél megélénkül, időnként megerősödik, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Délutára 21 fokig emelkedik a hőmérséklet. Hidegfronti hatás van térségünkben. A jövő hét elejéig még esővel, záporral, zivatarral tarkított időben lesz részünk. Jövő kettől ugyanakkor egyre kevesebb gomoly felhő zavarja majd a napsütést, és csapadék is kisebb területen alakulhat ki. Szombattól ismét melegszik az idő, de a 30 fokot csak kevés helyen érheti el a hőmérséklet.